Sosem voltam ügyes, se hajlékony, de ott ragadtam. Mert már gyerekként sem tudtam feladni semmit. Muszáj volt csinálni, mert belekezdtem, mert évek feküdtek benne, mert az voltam én, amit csinálok. Azok a népdalok, azok a koreográfiák. Arról nem is beszélve, hogy kamaszként még rátölelhettem annak a lánynak a derekát, akinek már úgy szerettem volna átölelni, hogy majd belehaltam. Irodalom és tánc felelget egymásnak Grecsó Krisztián és öccse Grecsó Zoltán Többet magunkról című estjén. Minden előadás más, hiszen az író legtöbbször egy-egy új szöveget is beválogat a műsorba. A téma mindig ugyanaz, a család anekdotái, viharsarki származásuk. A sírva nevetős est ötlete is közös volt. Az az alapötlet, miszerint irodalom és zene, meg tánc dialógusa megvalósulhat, az viszont megmaradt. Ennek külön pikantériát ad, hogy az irodalomra érkező válasz az az öcsémtől jön táncban többek között, most Rácz Réka az ő partnere. Tehát minden este teljesen más, vagy legalábbis alapjaiban más. Én is cserélek szövegeket is, és természetesen a zenei és táncos válasz az minden alkalommal más. Ami megszületik, ami a helyhez, a hangulathoz kötődő, és hát természetesen nem pantomim, tehát nem eljátsszák, hogy mit hallottak, hanem hogy mit okozott bennük. A dramaturgia különleges átmenetet jelent egy irodalmi est és egy zenés-táncos színházi előadás között. Bár az író öccse már nem táncol társulatban, a közös produkció kedvéért mégis örömmel lép színpadra. Ez a produkció azért kedves nagyon a számomra, egyrészt, mert természetesen a testvéremmel csinálhatom, másrésztről meg engem mindig inspiráltak azok a helyzetek, ahol idomulni kell. Tehát, hogy van egy szöveg, és azokból csíphetem ki azokat a dolgokat, amik számomra, vagy amik bennem megmozdítanak valamit, és hogy azzal, amit kezdek, ennek a szabadsága, ez hihetetlenül nagy kihívás számomra. A különleges előadást Grecsó Zoltán és Rácz Réka tánca mellett György Andi és Kertész Endre improvizatív jazzzenéje varázsolja teljessé. Grecsó Krisztián hamarosan újra Nyíregyházára látogat. Március közepén legújabb regényének, a Valami népi című novelláskötetnek a bemutatójára várják majd az olvasókat.